Köszöntöm nézőinket! Önök a Rábukozi Televízió híradóját látják. A Kapuváron terjedő mendemondákkal ellentétben Hárnyi György nem indul országgyűlési képviselőjelöltként a 2018-as parlamenti választáson. Kapuvár polgármestere Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőt támogatja. Ugye az emberek általában két dologgal akarnak a többiek közül kitűnni, vagy a pénzükkel, vagy az informáltságukkal. Na most pénzt azt ugye nehezebben szerez az ember, azért vannak bizonyos körök, akik a jól informáltsággal, ugye ez a biztos forrásból tudom című fejezet, azt az a biztos forrása a sehol sincsen. Hadd mondjam el, és hadd jelentsem ki, hogy nem pályázom országgyűlési babérokra. Az én jelöltemet és maximálisan támogatott jelöltemet úgy hívják, hogy Gyopáros Alpár jelenlegi országgyűlési képviselőnk. Én azt gondolom, hogy kialakult az elmúlt időszakban közöttünk egy olyan munkakapcsolat, amely én azt gondolom, hogy a város javára szolgált mindenképpen, és én képviselő urat ezen az úton maximálisan támogatom mindenféle téren. Sokszor kapom azt a kritikát, hogy nem nagyon látják a városba a képviselő urat. Hadd mondjam, hogy ugye ez a tipikus a látszat című fejezet, de hadd nyugtassam meg a kapuváriakat, hogy képviselő úrnak több mint 70 településen kell a feladatait ellátni. Ha ezt csak egy napot veszünk egy településnek, akkor már majdnem a fél éve elment ezzel a dologgal. De hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy én személy szerint képviselő úrral napi kapcsolatban vagyok. Tehát nincs Kapuváron olyan mozdulás vagy dolog, amiről azonnal ő ne tudna. Nyilvánvalóan ez egyrészt abban is, hogy mindig kéri azt, hogy jelezzem neki azt, amiben ő segíteni tud. Ezeket maximálisan még meg is kaptuk az elmúlt időszakban. És minden kapuvári dologról tud, ami fontos, amiben ő neki kompetenciája és olyan dolga van, amiben esetleg el kell járnia. Tehát én megnyugtatom a kapuváriakat, hogy én azt gondolom, hogy képviselő úr mindent megtesz a városért. Ezek a pályázati eredmények is, én azt gondolom, ezt szépen mutatják. Ugye most lehet, hogy ebből szövődbe elindult egy másik dolog, illetve ebből adódóan aztán egy másik vonulaton is, hogy a polgármesterséggel kapcsolatosan, ugye az van, hogy én vagy országgyűlési képviselőnek megyek, vagy nyugdíjba megyek. Na hát hadd mondjam, hogy a országgyűlési képviselői babérokra nem pályázom, és azt hiszem egyértelműen elmondtam, hogy én kit támogatok. Nyugdíjba még sajnos még nem mehetek, úgyhogy még arrébb van. Tehát itt ez a hír sem igaz. Ilyen szempontból ugye már meg is nevezik a jelöltet, hogy ki lesz a polgármester jelölt. Hadd mondjam, hogy a dolgok nem így működnek. Tehát én azt gondolom, hogy a polgármesteri tiszt az nem egy királyság, és nem úgy történik, hogy kinevezem az utódomat. Először is még több mint két év van a ciklusból, és hadd mondjam, hogy a jelölteknek egy nagyon komoly szűrő rendszeren kell átmenniük. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy minden szövetség vagy pártszövetség, amelyik a jelöltjét felállítja, ugyanezt csinálja. Tehát az nem úgy történik, hogy kinevezzük, hogy na akkor te leszel a polgármester jelölt. A másik meg én mindig azt mondom, hogy a polgármestert azt úgy válasszák, és nem kijelölik. Tehát itt nagyon-nagyon sok dolognak kell még addig megtörténnie, amíg majd 2019-ben azt fogjuk mondani, hogy na, ki lesz a következő választása, önkormányzati választása a polgármester jelölt. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ne üljön fel ezeknek a mendemondáknak. Nyilvánvalóan van egy érdekcsoport, akinek az az érdeke, hogy minél jobb, minél megosztóbb hangulatot csináljanak a városba. Nekünk meg az a feladatunk, hogy jelen pillanatban ezt a két évet teljes mértékben erőnkhöz képest végig dolgozzuk. Nagyon sok feladatunk van, nagyon sok minden lehetőség van a város elé, amit kifogunk, és így mondom, hogy nem lehet, hanem hogy kifogunk aknázni, és 19-ben el fogjuk dönteni, hogy ki lesz az, aki a méltó lesz arra, hogy a polgármester jelöltségért elinduljon, illetve a választásokon elinduljon.
Nyári tábort szervezett az Egyesített Szociális Központ. Farkasné Horváth Gertrud intézményvezető elmondta, egyebek mellett agyagozhatnak, és kirándulni is fognak az elkövetkezendő napokban. Ma egy fazekasunk van itt, aki már ottkin korongoznak a gyerekek. Holnap kirándulni fogunk Csöngére. Vörös Sándor Múzeumot tekintjük meg, és ott kosarat fonnak a gyerekek egy idős néni segítségével. Szerdai napon az Axia Kft-t fogjuk meglátogatni, és az ő tevékenységükről beszélnek nekünk. Majd csütörtökön szalmából fonunk kis szívecskét, egy hölgy jön le hozzánk Győrből. Pénteken pedig a játék és a heti összefoglalás, a hét összefoglalása történik. Hány kisgyermek vesz részt a táborban? 17. Jobbára belediek? A többsége beledi, egy-két külsős településről is. Sikeresen szervezték meg idén is a Globusz napot. Zsírai Dénes képviselő elmondta, ez volt a 19. alkalom, hogy a Hárspa és az Ifjúság utca összefogásának köszönhetően sportrendezvényeket, valamint veterán motor- és autófelvonulást szerveztek. Két utca 1980 és 92 között épült, tehát jó részt egy korosztályú emberek építették a házakat. A két utcában közel 100 ház van, 1990-es évek közepén, amikor szóba került, hogy játszóteret építsünk, a legidősebb gyermeket beleszámítva, aki 20 éves volt, 122 gyermek volt. Ezért mindenki szívügyének érezte azt, hogy itt legyen játszótér. Jó szívvel engedték ki az elkészült játszótérre a gyerekeiket, tudták, hogy jó helyen vannak, közelben vannak, és mindenki jó szívvel vett részt a játszótér felépítésében, majd később pedig az évről évre megrendezett Globusz napnak a szponzorálásába. Ugye a Globusz naphoz csatlakozik a rendőrség is, hiszen tavaly is, de korábban is nem csak a helyi rendőrök voltak itt, de hát amint látom, eljött az autópálya rendőrség egyik komoly gépjárműve is. Igen, természetes, hát egy jármű bemutató, jármű felvonulással zárul, aminek a biztosítását a helyi rendőrös biztosította. Két vagy három éve felajánlották, hogy a győri kapitányságnak a modern gépeit is bemutatóra idehozzák, ezt így is, meg is tették, amit nagyon köszönünk. Mindig nagy sikere van a TT-nek, a BMW motorkerékpárnak, szirénáznak, a gyerekek boldogan ülnek bele a modern gépekbe, úgyhogy köszönjük szépen a helyi rendőrös vezetőinek, a dolgozóinek és illetve a megyei kapitányságnak is a közreműködését. Balaton Magyarország egy ikonikus földrajzi egysége, és Balaton akaratja a Balaton kapuja, tehát legközelebb van Budapesthez, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként egy települési közvilágítási rendszert úgy sikerült megújítani, hogy az nem csak takarékos, hanem intelligens. De ez nem minden, mert ez egy platform, ez egy olyan, mint egy Lego alaplap, és minden olyan intelligens funkciót, amelyet jövőben a település igénybe szeretne venni, mik ezek, légszennyezésmérés, forgalomszámlálás, akár parkolóhelykeresés, de bármi, ami idézőjelben egy oszlopra fölrakható érzékelő, azt ez a rendszer kezelni tudja és kezelni fogja tudni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minőségi közszolgáltatásokat nyújtsunk az itt élőknek és a hozzánk látogató turistáknak. Ennek egyik fontos eleme a közvilágítás, és ezért is döntött tavaly a képviselőtestület amellett, hogy a közvilágításunkat megújítjuk, és Európában egyedülálló, új, smart, intelligens, irányítható közvilágítás felé fordultunk. Balaton akaratján az EON Energiakereskedelmi Kft. És az EON DSO együttműködésében korszerű ledes lámpatesteket szereltünk föl. A 787 darab elavult lámpatest helyett immár 1183 darab korszerű LED lámpa biztosítja a közvilágítást, és teszi mindezt energiatakarékos módon. A lámpatestek mindegyike antennával felszerelt, így egymással is képesek kommunikálni, valamint a központi vezérlő rendszerrel is, és így összességében egy integrált közvilágítási rendszert képeznek. Reményeink szerint a jövőben ugyanilyen megoldásokat tudunk szállítani ügyfeleinknek, önkormányzatoknak,
és már nem csak arra gondolunk, hogy energiát megtakarítsunk egy ledégővel, egy LED lámpával, hanem olyan okosságot tegyünk mögé, ami egy platformot jelent ahhoz, hogy egy smart települést építsünk ki. Hamarosan testközelből is felnézhetünk a világ legjobbjaira, a víz óriásaira. 17. Fina világbajnokság július 14-től. A Híradó után magazin műsorunkat láthatják.